Az Európai Parlament olasz elnöke Luigi Di Maio-t tartja felelősnek azért, hogy mély pontra jutott a francia-olasz diplomáciai viszony. Antonio Tajani az Euronews kérdésére azt mondta, az olasz miniszterelnök helyettes azzal, hogy találkozott a sárga mellényesek vezetőivel, elszigetelte országát az Európai Unión belül. Egyértelmű, hogy Luigi Di Maio nagy hibát követett el ezzel a lépésével. Meggyőződésem, hogy változtatnunk kell stratégiánkon. Elkerülhetetlen lesz Olaszország egyfajta elszigetelése. Nekünk Franciaországgal kell együttműködnünk és együtt dolgoznunk a probléma megoldásán. Persze akadnak gondok, ám lovat adni a sárga mellényesek alá. Támogatjuk a rendőröket és a munkavállalókat is, de ellenezzük az erőszakot. Ez egy óriási olasz baklövés volt, amivel elszigetelte magát Olaszország. Elutasítjuk az erőszakot és kitartunk a demokrácia eszménye mellett. Erőszak nélkül is lehet változtatni Európán, fogalmazott Tajani. Europe without violence. Az Európai Néppárt vezetője úgy tartja az olasz vezetőknek, be kell fejezniük azt, hogy Párizst és Berlint hibáztatják mindenért. Egyúttal a populizmus veszélyes terjedésére is figyelmeztetett. Európában elmérgesedett a légkör, támadjuk egymást, a tagállamok is egymást támadják, vissza kell térnünk az együttműködéshez, a kompromisszumokhoz, le kell ülnünk, hogy közösen oldjuk meg a problémákat. Ezért arra kérem az olasz kormányt, hagyja abba, hogy állandóan újjal mutogat Brüsszelre, Párizsra és Berlinre a gazdasági nehézségei miatt. Vállalja a felelősséget saját gondjaiért és oldja meg azokat. Giuseppe Conte olasz kormányfő az Európai Parlament jövő heti strasbourgi plenáris ülésén szembesülhet az Európai Unió egységes álláspontjával az ügyben.